Főhős! Egy rendhagyó portré műsor a Biblia ismert és kevésbé ismert hőseiről. A teremtéstől kezdve, korszakokon átívelve. Ismerje meg velünk a Szentírás legfontosabb szereplőit, életüket, motivációikat, szenvedéseiket, vagy éppen felemelkedésüket. Főhős! Most a Hitrádióban. Cseszer a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a főhős, a mikrofonnál Fekete Rita, és nagy tisztelettel köszöntöm itt a körünkben a stúdióban Hak Pétert, a Szent Pál Akadémia tanárát, a hídgyülekezete elkészét. Köszöntelek kívánok. szeretettel, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Ma pedig, ahogy haladunk előre, a bibliai kronológia szerint Józseffel fogunk ma foglalkozni, és az ő személyével, az ő karakterével, és egy picit azzal a millióvel, háttérrel, amiben ő élt, és amiben azok a történetek megfogalmazottak, amit a Bibliában olvashatunk. És hát azok kedvéért, akik annyira nem jártasak a bibliai történetekben, és mondjuk József neve sem mond nekik sokat, csak így előjáróban annyit hadd mondjak el, hogy ugye itt az Ószövetségben, Mózes első könyvében lehet olvasni, az ő életéről, és ahogy az elmúlt történetek már mutatták, ugye Ábrahámot elhívta az úr, az ő gyermeke volt Jákob, vagy, iz, bo, bocsánat, Izsák, igen, és az ő gyermeke volt Jákob, és az ő fia József, méghozzá az első szülött fiúráheltől, amely kedves volt Jákob számára, és talán érdemes is innen indítani a beszélgetést és a történetet, mert nyilván maga ez a, ez a történet is, hogy honnan is jön. József. Tehát, hogy a, attól a feleségtől, amely az apjának igazából a szerelme volt, talán már ez is az ő identitásához, karakteréhez hozzátesz. Így van, ez egy nagyon fontos József történetének megértésében, hogy ugye Jákobnak 12 gyermeke volt négy a különböző asszonytól, ugye ebből valóban Ráhel volt az, akit igazán megszeretett, akiért lábánál hét évig szolgált. Ugye Lábán, ahogy erről annak idején a Jákob történetében beszéltünk lábán, ugye becsapta Józsefet, a, ház, ah, a háza, kötéskor, a házasságkötéskor, és Ráhelt adta feleségül én is keverem, tehát leáltatta feleségül Ráhel helyett, tehát ugye akiért egyébként Jákob szolgált, és még ugye volt két szolgáló lány, Bilha és Zilpa, akitől szintén voltak Jákobnak gyermekei, de az igazán szeretett feleségtől, Ráheltől két gyermeke született, ugye József az első szülött, és Benyámin, akinek a születésekor meg is halt Ráhel, tehát Józsefnek nagyon speciális viszonya volt eleve Jákobhoz, az édesapjához. És ugye azt is látjuk a Bibliában, amiről tudjuk, hogy semmi nem véletlenül szerepel az igében, hogy József élet történetével meglehetősen hosszan foglalkozik a Biblia. Ugye a tudjuk, hogy az eredeti Bibliában nem volt fejezeti beosztás, meg versekre tagolás, de mi a tájékozódás kedvéért használjuk azt, hogy legyenek fejezetek, meg versek. Ugye József az egy Mózes könyvének, tehát a Teremtés könyvének a 37. fejezetében jelenik meg, és utána van egy fejezet, ahol el, amely nem Józseffel foglalkozik, hanem Júdával, de utána a 39-től tulajdonképpen a Mózes első könyvének vé. Végéig József élettörténetéről van benne szó, vagy a József-et is érintő kérdésekről. És ebből ugye az látszik, hogy József élettörténete az egy fontos minta sokak számára, sokat lehet belőle tanulni. És nyilván az sem véletlen, hogy István, amikor vértanúságot szenvedett, akkor Józsefről is hosszan beszélt az apostolok cselekedetének könyvében. Most József, amikor megjelenik a Bibliában, akkor 17 éves volt, tehát a fiúként, és ugye azt olvassuk, hogy a József úgy lép be a történetben, hogy rossz híreket hord a testvéreiről az ő apjának. Ugye most ezt Látszólag ellentmondásos, mert általában a Biblia a hírvivést, plegykálást, rossz hírvivést, negatív hírek átadását, azt nem tekinti pozitív, pozitívumnak, tehát nem egy jó tulajdonságként említi, de itt ebben a részben azt, hogy József a bátyjaival együtt ugye őrizte, azt mondja róla a Biblia, hogy őrizte a juhokat, és bolytár volt a testvérei mellett, és hát ugye arról beszélt hogy a valószínűleg az apjának, hogy a testvérei, a bátyai hát nem elég jól bánnak a juhokkal, amiben, és ez egy fontos tanulság mindenki számára, a mai élő emberek számára is, amiben az látszik, hogy József életében, vagy személyiségében az a sáfárság, ami őrá jellemző volt egész életében, hogy a, 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 az urainak, a megbízóinak az ügyét vitte előre, ugye ez volt jellemző rá, e, e, majd látjuk Potifárházába, ez volt jellemző rá, amikor börtönben volt, és ezt tette őt a fára után második emberé, hogy nem a saját érdekeit nézni. Ugye ha belegondolunk, tulajdonképpen nagyon sok ilyen élethelyzetbe kerülnek emberek ma is, amikor választani kell, hogy a munkaadó érdekét tekintem egy munkahelyen elsőnek, vagy a haverok, testvérek érdekét, hogy velük jóba legyek, inkább akarok jóba lenni a testvéreimmel, még ha ennek az a következménye, hogy elnézem, hogy az apámnak károkat okoznak. Most József nem ezt tette, ő azt mondta, hogy még azon az áron is, hogy a testvéreivel ettnek következtében nem lett felhőtlen a viszonya, ezen az áron is a számára a, az a küldetés, amire az, apa, az atya elhívta. Ez az első. És ez keresztény életben is fontos, hogy egy keresztény számára Fontos, hogy mindig Istenhez kell hűségesnek lenni, még akkor is, ha ennek az a következménye, hogy emberekkel esetleg nem olyan felhőtlen a kapcsolat, de nem szabad korruptá válni, és József nem vált korruptá, és az életében később sem. A másik tanulság az, hogy az emberek életében a talentumok, amiket Isten belehelyezett, az már nagyon korán megvan. Ugye ma a világ szeret hirdetnie mindenfajta önismereti tréningeket, meg hogy hogy ismerjük meg önmagunkat. Keresztényként nem annyira önismeretre van szükségünk, mint Isten ismeretre, tehát arra, hogy megismerjük, hogy belénk vagy a gyermekeinkben valójában milyen talentumokat helyezett Isten. Mert azok a talentumok, amik élete végéig József sorsát meghatározták. 17 éves korában már benne voltak a személyiségében. És hát ugye ez irítséget váltott ki a környezetéből. Ugye ez még önmagában nem, hanem az erre adott reakció. Tehát az, hogy, jó, hogy Jákob, mint, mint egy olyan személy, akiről sokat beszéltünk, aki nagyon erőteljesen becsülte Istennek az áldását. Tehát nagyon megbecsülte mindazt, amit Istentől kapott, nem tékozolt, a fontos volt számára, ugye ezért élt a lehetőséggel, hogy Ézsautól elvegye az elsőszülött jogát, ezért élt a lehetőséggel, hogy az első áldást is elvegye. Jákó pontosan értette azt, hogy egyfelől itt van az egyik fia József, akit eleve szeretett e, e, Ráhel miatt, e, és ez a József sokkal, e, sokkal, inkább a szívén viseli az áldásoknak a megőrzését. Még a többi fiú ezzel annyira nem törődik. Ugye azt látjuk is Jákó életébe, hogy a többi fiával voltak konfliktusai, ezt a Mózes első könyvének a végén, amikor Jákob megáldja a fiait, és ott különösen például Simeonról és, Judár, és nagyon kritikusan szól. Tehát Jákob érzékelte azt, hogy József számára is ugyanolyan fontos az isteni áldás, amit már megáldott bennünket, Isten azzal törődünk. Nem vagyok közömbös az, az iránt, hogy Isten megáldott bennünket jóhokkal és mi történik velük. Nem vagyok közömbös az iránt, hogy a, a, a többi szolgatársam az jól végzi a munkáját, vagy sem. Nem velük akarok jóba lenni, hanem az atyámat, és ugye ez az első fontos parancsolat, az ember-ember közötti kapcsolatból, a tíz parancsolatból valójában az ötödik parancsot, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön. Tehát, ugye itt a a, Jánkó, a József számára az volt a választás, hogy inkább az atyámnak akarok tetszeni, vagy inkább a testvéreimnek is. Ő az atyának akar tetszeni, és Jákob ezt érzékelte, és ezért, Olvassuk a 37. fejezet negyedik versében, hogy az atyuk minden testvére között őt szerette legjobban, és emiatt gyűlölték meg, tehát amiatt, hogy az atyának a szeretetét megkapta, és valóban József története is a Biblia azon történeteinek a sorozatába illeszkedik, ami az emberi irítségről is szól, tehát hogy ahogyan Káin megjegyelte, Ábelnek e, a, a, az Ábel áldásaira adott isteni választ. E, József testvére is megirigyelték azt, hogy a hűségért, a letett életért, az atyától nagyobb szeretetet kap, nagyobb áldást, nagyobb jutalmat kap, és ennek a, az irigységnek lett a következménye ugyanúgy, ahogy Káinnál, a keserűség és a gyűlölet, és abból nőtt ki aztán az a gyilkos indulat, ami, a, ami József testvéreit mozgatta. És ugye, amire még talán olaj volt a tűzre, azok az álmok. Ezek az álmok, amelyekben, ha jól gondolom, de ez egy kérdés, igazából József megkapta az elhívását. Így van, a, az, és, és Isten vezetését kapta meg. És ugye ez is fontos, az új szövetség is beszél erről, a... Abcsel második fejezetében a Szent Szellem kiáradásakor, hogy a Szent Szellem jelenlétének a bizonyítéka az, hogy álmokat álmodnak a ti véneitek, álmokat álmodnak, a fiaitok profétálnak. Ez nagyon világosá teszi a Biblia, hogy igen, és álmokon keresztül Isten tud szólni emberekhez, tud a jövőre vonatkozó kijelentéseket adni. Ez nem azt jelenti, hogy minden álom Istentől van, egy, mindenkit lebeszélek az álomfejtésről, tehát arról, hogy próbáljam meg valamiféle éjszaka álmodott dolgokból a jövőjére nézve valamilyen következtetést levonni, de ugye pont nemrég jelent meg magyarul Kenneth Heginnek a könyve is, ami arról szól, hogy őnek Isten, hogy szólt látomásokban, álmokban de is szólt hozzá. Ugye ennek mindig a, a, az ilyen látásoknak, álmoknak a próbája az, hogy az megvalósul-e, amiről álmodott. Ugye Józsefnél is azt látjuk, hogy amit álomban látott, ugye két különféle álomban mutatta meg Isten neki a jövőjét, ugye az egyik esetben a csillagok, a nap és a hold szerepelnek, a másik esetben pedig kévék szerepelnek, de mind a kettőnek ugyanaz az üzenete, és ez is fontos bibliai elf, hogy két vagy három bizonyságon áll meg valami. József a saját jövőjével kapcsolatban két bizonyságot is kapott, és ez a két bizonyság egybecsengően mutatta meg a jövőjét, ami meg is valósult. Tehát én hangsúlyozottan szeretném egyfelől egyértelművé tenni, hogy, hogy vannak álmok, vannak látások, amiken keresztül Isten tud szólni hozzánk. És akihez így álomban, látásban szól Isten, annak a bensejében egy erős meggyőződési létrejön, hogy ez az úrtól van, ez nem attól van ez az álom, hogy, hogy rosszat evett valaki, vagy túl sokat evett lefekvés előtt, hanem, hanem, ez, vagy nem az idegi fáradtságtól, nem a pszichének a szintjén jelenik meg, hanem azért azt lehet érezni, hogy szellemben Kapja az ember az álmot. Az úrtól kapott álmok nagyon más, hogy más milyen álmok, mint a normál álmok. Nem arról, vagy arra sem igaz, hogy a jó álmok az úrtól vannak, a rosszak meg nem, mert a Bibliában látunk, hogy rossz álmok is lehetnek az úrtól kapott kijelentések. Ugye például Dánielről azt olvassuk, hogy amikor ő szembesül Nabukonodozornak adott álmoknál, hát kifejezetten rossz állapotba kerül, elkezd remegni, és, és nagyon rossz állapotba kerül. Tehát nem arról van szó, hogy a pozitív dolgok azok az úrtól való álmok, a rosszak pedig nem. Nagyon más, tehát egyszerűen aki már kapott az úrtól álmot, az pontosan tudja, hogy ez, ez más. Ezt ugyanúgy nem lehet szavakkal leírni, mint egy szint nem lehet szavakkal elmagyarázni hogy milyen a narancsárga? olyan embernek, aki még nem látott soha narancsárga szint. Az úrtól kapott álomnak a mienségét is talán. Ha valamit akarok magyarázni, akkor azt mondom, hogy, hogy az ember ilyenkor rájön egy természet fölötti békesség, és a szellemében van egy bizonyosság, hogy ez az úrtól kapott álom. Ugye József története azt is mutatja, hogy az úrtól kapott álmokkal vigyázzunk, mert hogyha olyanok előtt mondjuk el az álmainkat, amit Istentől kaptunk, akik nem jó szívvel vannak, akkor ebből problémák származhatnak. És ugyanakkor szeretném azt is mondani, hogy, hogy ugye ezek az álmok, ezek az úrtól kapott álmok, ezek mindig funkcióval rendelkeznek, és ezek nem önös funkciók, tehát nem személyes érdekek kiszolgálására irányul, hanem Isten tervébe akarja azt az embert bevonni, és segíteni akarja, hogy még könnyebben megértse Isten tervét. Sok olyan ember jelent meg az egyházakba, akik így próbáltak álmokat, mondjuk ezt láttam, azt láttam, és utána az 99,9%-uk nem valósul meg, ami meg megvalósul, az is véletlenül, tehát nyilvánvaló, hogy az életükön, sorsukon látszik, hogy nem, egy, nem az Isten által vezetett emberek. József tört Történentén lehetett látni, hogy amikor ezeket az álmokat megkapta, ezzel együtt megkapta azt a kenetet is, ami az álmok megfejtéséhez szükséges, és ugye ezt láttuk, hogy a börtönben is, és utána a Fára udvarában is ez a kenet, ez a Szent Szellemtől kapott ajándék az életén működött. Ez egyébként egy ilyen profétai ajándék, vagy pedig ez egy ilyen speciális kenet volt Józsefre vonatkozóan? Hát úgy tűnik, hogy a Bibliában mások is kaptak ilyen ajándékot, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez csak József életén működött, ugye Dánielt említettük az előbb is, hogy Dánielnek nél, is, ugye Dániel könyvénél Dániel könyvében nagyon egyértelművé teszi a Szentírás, Péppen Nabukononozor száján keresztül, hogy, hogy, ilyen, hogy, hogy csak az Isten tudja, a Teremtő Isten tudja megjelenteni az álmokat. Ugye nekem nagyon-nagyon kedves az a történet, amit Dániel körvény könyvében van, és nyilván nem akarunk eltérni Józseftől, de szerintem egy jó példa arra, hogy, hogy a Nabukononozor onnan tudta, hogy Dánielnél van az álom megfejtése, hogy nem mondta el az álmot. Nabukon az udvara tele volt okult emberekkel, jósokkal, jövendőmondokkal, álomfejtőkkel, Ugye az okkultizmus, az emberiség történetét végig kísérő, gonosz szellemi jelenség, amikor az emberek illegálisan be akarnak hatolni a természet fölöttibe, és ezt az az alapvágy hajtja, hogy szeretnék ismerni a jövőt, és a jövő ismeretére alapozni a jelenlegi döntéseiket. Isten nem engedi, hogy az ember illegálisan belépjen a természet fölöttibe, de a szent szellemmel és a profétaság szellemével viszont legális utat nyit a jövő megismerésére, hogy azt mondja Jézus a Szent Szellemről, hogy ő el, el, elbocsátja Jézus a Szent Szellemet, és ő elvezet benneteket minden igazságra, és megmutatja nektek, hogy mit kell tennetek. Tehát a Szent Szellem vezetése az pontosan erről szól. Most a Bibliában utána mások is, hát Pálapostól életében is látjuk, hogy amikor a missziós útjára elindult, az ő eredeti terve az volt, hogy ahogy jött fel Északra, hogy a Görögország, tehát ő Izraelből jött fel Észak felé, Törökországon hát keresztül. Ő eredetileg Kelet felé, Ázsiába akart elindulni, és Isten egy álomban egy-egy macedón férfi jelent meg pálapostolnak álmában, és ezen az álmon keresztül intette meg, tehát a vezetést ezen keresztül adta. Tehát ugye abban a formában, hogy végül is. Józsefet, Józsefen keresztül nem csak őt és a saját sorsát irányította, hanem Izrael megmenekülését is Józsefen keresztül érte el Isten. Tehát, hogy ugye az volt Istennek a tökéletes terve, hogy Izrael egy bizonyos időre egyfajta inkubátorba kerüljön az egyiptomi tartózkodás alatt, tehát egy olyan helyzetbe kerüljön, ahol Ugyan szolgai állapotban van, de ez a szolgai állapota Izraelnek elfedezi azt a nagyméretű növekedést, amin keresztül megy, hiszen látjuk azt, hogy Jákob József, József után ment Egyiptomba, Jákob és családja, és hát egy néhány tucat emberből álló család, egy több milliós néppé növekedett néhány. Évtized, vagy évszázad alatt ezt a növekedést a Kánaán földjén nem tudták volna megtenni, úgy tűnik, és ezért kellett nekik egyiptomba menni, és ebben a tervben használta Józsefet Isten. Mint ahogy Dániel profétát meg abban a tervben használta, hogy az emberiség egészének, és azon belül különösen Izrael jövőjére vonatkozó, a világkorszak végéig tartó történelemre vonatkozó kijelentéseket adjon. Pálapos volt pedig az egyháznak az Európán keresztül az egész világra való elterjedésében használta. Tehát azt mondom, hogy ez az ajándék hívőkben működhet, és újra hangsúlyozom, hogy az abcselben, Péter azt mondja Abcsel 2-ben, hogy idézve a profétát, hogy kitöltöm az én szellememet, minden ti véneiteket, álmokat álmodnak, tehát ez az ajándék megvan a hívőknek, az, hogy nemzetek sorsára vonatkozóan kapnak-e emberek álmokat, az, az nem mindenkire van, és nagyon érdekes, még ha szabad egy gondolatot hozzátennem, hogy azért az is kiderül a Bibliában, hogy néha az álmokat pogány emberek kapják meg, ugye erre például Nabukononozor, és erre képélde a fáraó is, ahova mindjárt mm. odaérünk, amikor József a fáraó udvarába kerül.